Októberben és novemberben hagyományosan a Bólyai János csapatversenyről szól, a Lila iskolások életének egy fontos része. Október 17-én a matematika csapatversenyt rendezték meg, melyen több, mint 1000 fiatal vett részt. Az ő felkészülésüket közel 150 pedagógus segítette. Az eredményhirdetésre a napokban került sor, itt 37 Békés megyei csapat jelent meg. Nagy örömömre szolgál, hogy a 37 díjazott megyei csapatból 10 csapat a gyulai iskolák tanulói közül került ki, és közülük is 3 olyan csapat van, akik november 22-én majd az országos döntőn képviselhetik megyénket ezen a matematikai megmérettetésen. Ezeken a felvételeken a Bólyai anyanyelvi csapat versenyrésztvevői dolgoznak a feladatokon. Ezt a megmérettetést immár 7. alkalommal rendezik meg, a résztvevő diákok száma itt is elérte az 1000-et. Ennek szintén vállalta a Lila iskola megyei szervezői feladatait, ezt a munkát Tótné Bodó Mária kolléganőm végzi, és hát most délután itt a termekben a gyulai gyerekek versenyeznek, de ugyanúgy, ahogy matematikából is, itt is bekapcsolódtak a megyében még más társrendező intézmények, akik segítenek nekünk a megszervezésben. Így Békés Csabán a Petőfi utcai iskola, Szarvason a Benka Gyula iskola, tehát magyarból is majd 1000 gyerek versenyez ma a megyében, és hát nagyon reméljük, hogy ők is nagyon szép eredményeket fognak elérni. A szervezők bíznak benne, jövőre tovább erősödik az egyre nagyobb hagyománnyal bíró versenysorozat.